Üvegre festett, színes tájképek, tündérek díszítik a Magyari Zoltán művelődési ház folyosóját. Bakos Veronika nagyjából 6 éve foglalkozik ezzel a technikával, ami azóta mondhatni szenvedélyévé vált. Mindez egy költözéssel kezdődött. Elköltöztünk egy új lakásba, és üresek voltak a falak. Na hát ezzel valamit kezdeni kell, és a lányom akkor éppen ilyen matricás üvegfestéseket készített, és innen jött az ötlet, hogy na akkor üvegfestés. De hát a nulla tudással elindultam, bementem a helyi kelléktárba, és ott eligazítottak, hogy mégis milyen technikák vannak, hogy hogyan lehet ezzel, hogy egyáltalán hogy kell ezt használni. És akkor végül is így indult. Na hát egyből nekiugrottam egy muhaképnek, ami a 4 évszak, hát azért az egy komoly mű. Konturozni kell, tehát ez legalább nem mindenki használja ezt a technikát, de nekem kell. Tehát ez egy folyékony anyag, úgy képzeld el, mint egy zománc festék, hasonló állaga van, ezt, hogyha nincs kontúr, ez összefolyik. Jó, hát nyilván van, ahol keverem is a színeket, meg kell is ez, de ahol nem szeretném, ott kontúr van. Ki van konturozva a kép, és hát én nagyon ritkán dolgozok ecsettel. Tehát én ezt fogvályóval készítem, cseppenként viszem fel az üvegfelületre, és akkor az üvegen dolgozom el a különböző árnyalatokat, ott keverem össze. A nagyobb felületek, amik így egy nagyobb egységet képez, azt egyszerre kell festeni, mert megszárad a festék, és nem lehet szépen összedolgozni. Tehát azt egy ültőbe, hát egy olyan 8 óra mondjuk egy ilyen nagyobb felület. Tehát nyilván attól is függ, hogy mennyire aprólékos részletek vannak benne, mennyi a konturozás, ott azért figyelni kell, hogy ne menjek rá, tehát hogy azért ne folyjanak össze a színek. Tehát ez nagyon változó, de azért nem tudom, mondjuk egy ilyen kép így munka mellett 1 hónap körülbelül. Én Veronikát nagyon régóta ismerem. Régebb óta, mint hogy elkezdett festeni, és láttam, ahogy dolgozik az összes munkáját, és évek óta győzködtem, hogy egyszer egy kiállítást kellene, de mindig elzárkozott, és valahogy most úgy kipattant az egész, és nagyon örülök neki, hogy ide a művelődési házba egy ilyen gyöngyszemet tudtam hozni. A tervek szerint a művelődési ház folyosóján minden hónapban más kiállítást szerveznek, egy-egy gyöngyszem a képzőművészet iránt érdeklődőknek.